Üvegszáz városában a valamikori szakszervezeti városi uszodából a beregszáziak kiszorultak. Magánkézbe került, és ott most főleg a turisták kapnak helyet, alig tudunk menni, úszni, ráadásul nem tudják megoldani azt, hogy hajnali úszás legyen, és aki szereti ezt a sportot, az munka előtt úszhasson. Így a városi iskolák gyerekei nem is tanulnak meg úszni, ezért elsősorban segíteni fogja a városi iskolákat. Másodszorban ad lehetőséget a beregszáziaknak, mert lesz benne úszodai rész is, nem csak tanúszoda. Harmadsorban a főiskola is jól jár, hisz igen nagy hiány van testnevelő tanárból. Márpedig addig, míg egy főiskolának nincs meg minden tárgyi feltétele ahhoz, hogy testnevelést indítson, és ehhez kell stadion, ehhez kell tornaterem, amit már átadtunk, de ehhez kell uszoda is, addig nem tudom akkreditáltatni az ukrán előírások szerint, és mint tudjuk, tőlünk a törvényt a betű szerint elvárják, ezért ehhez is hozzá fog járulni, de kulturális központ is lesz, mert a Beregszáz városában a különböző ideiglenes helyekben, inkább könyvraktárakba rakták el a könyvtárakat, és különböző pontokban, ilyen kis 20. századi kis házakban van a gyermekkönyvtár, meg külön a szépirodalmi részleg, meg külön a tudományos részleg, és most az összes városi könyvtár részleget egy helyre modern körülmények közé lehet hozni, ahol internetkapcsolat is lesz, és így a városiak, akik esetleg otthon még nem rendelkeznek vele, vagy hozzá akarnak férni digitális tartalmakhoz, akkor itt megtehetik, hisz a főiskola például a különböző nemzetközi szerverekkel kapcsolatban van, és nagyon sok minden elérhető. Ez a jövő, remélem, hogy sikerül megvalósítani, mert ez akkora feladat, hogy az ember, ha belegondol is, kezd egy kicsit szédülni.